Pénteken elhunyt az egyik leghíresebb amerikai grafikus, Milton Glazer. Ikonikus munkáival azok is találkoztak, akik a nevét soha nem hallották. Ő tervezte az I Love New York logót, valamint egy gyakran hivatkozott, pszichedelikus Bob Dylan posztert. Alkalmazott grafikus létére a munkái szép művészeti múzeumok állandó gyűjteményeiben is helyet kaptak. A képzőművészeknek járó legmagasabb amerikai kitüntetést a National Medal of Arts-t is megkapta. Az 1968-ban indult az amerikai újságírás megújításában jelentős szerepet játszó New York magazin egyik alapítója volt. Halálát szívroham okozta a 91. születésnapján.